És a következő, amit ti tudtatok, mi motivál engem a YouTube világában? A pénz, a nézőim, a negatívok, vagy az ismertség? A random number between 1 and 4. Uram is! Jesus! Hiányoztam? Ugye, hogy nem? Sziasztok! Hello! Remélem, hogy örültök nekem, hogy itt vagyok most a Janice-be. Sziasztok, én Bencők, és ebben a videóban újra itt vagyok, újra jó kamerával, újra jó kedvűen, újra jó képűen. Én egy egyéniség vagyok, és az egyéniségeknek ilyen autók járnak. És nem más fogunk csinálni, mint egy tesztet köztetek és Siri között, ugyanis egy újabb Siri-s videóhoz érkeztünk el, amiben azt fog kiderülni, hogy Siri vagy ti, vagyis a nézőim ismertek engem jobban. Ezt mindjárt elmondom, hogy hogyan fog működni, de még mielőtt elkezdenénk. Az elmúlt időben nagyon belassult az Erbence csatorna feliratkozókban mért növekedése. Hogy? Kérlek szépen iratkozz fel! So please, százalékot nem is vágok, mert inkább hagyjuk. Az a lényeg, iratkozz fel, szóljál anyunak, apunak, a buszsofőrnek. Ez a videó úgy lesz felépítve, hogy 10 darab olyan kérdést tettem fel már Instagramon nektek, amire ti már válaszoltatok, mikor ezt a videót látjátok. A válaszokat még nem tudom, hogy hányan találtátok el a jó válaszokat. Ugyanezeket a kérdéseket Sirinek is fel fogom tenni. Ez megint úgy fog működni, mint az eddigi videóban, hogy neki választania kell 4 opció közül. Nyilván kevesebb esélye van, mert nem ismer engem annyira, mint ti. Kit érdekel? Az első kérdés, amit feltettem nektek, közben puskázom kell, mert én se tudom. With success! Tehát az első kérdés az volt, hogy mit sportoltam a legtovább, és a helyes válasz itt a konditermi edzés volt. És amint látható az Instagramon, több mint 3000-en erre szavaztatok, tehát ezt a kérdést a nézőim tudták. Na, most ugyanezt a kérdést felteszem Sirinek is, és ha azt mondja, hogy a kettes szám a megfelelő, akkor ő is tudta, tehát. Pick a number between 1 and 4. A random number between 1 and 4 is 1. Hát ez nem sikerült a csávó szerint, aki most már csaj, Jiu-Jitsu Stam, úgyhogy egyelőre 1-0 az Erbence követőknek. Következő. A következő kérdés az volt, hogy mi a horoszkópom, itt a vízöntő volt a jó megoldás, nézzük az Instagram választ. Ezt nem tudtátok, a követőim a rákra szavaztak a legtöbben, több mint 3000-en, és a helyes megoldásra csak 1600-an, tehát ezt nem tudtátok. Bravo! Most pedig nézzük, hogy Siri tudta-e. Hey Siri! Szeretnének az én bőrömbe bújni! Pick a number between 1 and 4. A random number between 1 and 4 is 2. Ugyanazt választotta, mint ti? Mikor születtem? Lehet, én nem tudom jól. Egyelőre egyikötök sem találta el, úgyhogy marad az állás 1-0 a nézők javára. Ameddig én itt nagyba kérdezősködök, meg szirizünk, meg ének, gyártom itt a videókat újra heti 2 videóval. Szeretnélek megkérni, hogy nyomd meg a lájkot. 10.000 like, tudom, hogy hétköznap van. 10.000 like. És a következő videót egy hatalmas meglepetéssel fogom kezdeni. Ha kíváncsi vagy erre a hatalmas meglepetésre, akkor nyomd meg a lájkot, csópicim! Tájba verem! Tehát a következő kérdés, hogy hol nőttem fel? A helyes válasz itt Isaszeg volt, és ezt gondoltam, hogy tudni fogjátok. 7000 ember majdnem tudta Instagramon, ez nagyon durva. Tehát ezt tudtátok, most nézzük Sirit, hogy hát ha ezt eltalálja. Pick a number between 1 and 4. Random number between 1 and 4 is 1. Inge. Nagyon gyenge eddig az öcsköcsöm, ezt se tudta, nem megy a tippelgetés, az a helyzet, 2-0 a nézőknek Sirivel szemben. Az ezt követő kérdésben apukámról volt szó, drága apucikámról, Géről. A kérdés az volt, hogy mi az ő foglalkozása, itt a helyes megoldás a taxis volt. Nem tudtátok Instagramon, közel volt, de végül az építészre szavaztatok többen. Ez azért lehet, mert nagyon sok dolgot barkácsol otthon, viszont nem építész, hanem taxis. Siri, nem jön elő, gyere már elő, Siri! Pick a number between 1 and 4. Random number between 1 and 4 is 1. És tudja a gyerek! Egy pont a Sirinek! Mi van? Mi van? 2-1! Jön fel a Siri, mint a talaj, Zárd már be magadat! A következő iskolával kapcsolatos kérdés. Innen is köszöntöm az iskolásokat. Hello, sziasztok! Az volt, hogy melyik tantárgyból voltam a legjobb, melyik volt a kedvenc tantárgyom. A német volt a megoldás, én ugye német speces voltam. Viszont nem találtátok el a történelemre szavaztatok a legtöbben, amit amúgy utáltam. Na mindegy. Úgyhogy ezt ti nem találtátok el, marad a két pont. Egyelőre a Sirinek egy van, most behozhatja. Pick a number between 1 and 4. A random number between 1 and 4 is 3. Hopp hopp, a gyerek felhozta 2-2. Mi van öcskös, ez egy leixelt a csávó, aki csaj. A következő kérdés, hogy mikor érettségizett a bátyja. Jó. Ebben én sem voltam biztos. A helyes megoldás 2017, ami a negyedik megoldás.
Ezt sem tudtátok, 2016-ra szavazott mindenki, 2017 volt, úgyhogy nézzük, Siri tudja. Pick a number between 1 and 4. A random number between 1 and 4 is 3. Fogalmat sincs. 2015-ben még sehol nem voltam. Marad az állás. Hiha. Következő kérdés. Melyik osztályban buktam meg? És ezt mindenki tudta Instagramon, erre szavaztatok a legtöbben. Több mint 7000-en tudtátok, hogy nem bukott meg a bátyja. Okos gyerek voltam mindig, most mondjuk ki, tegy V1-be. No! A harmadik megoldást kell mondani a Sirinek. Iszok már egy korty kávét ehhe? Ki ez a koffeinnel dúsított fiú? Hé Siri! Gyere már elő! Így legyek fölkapott. Pick a number... Halló? Pick a number between 1 and 4. It's 3. És ő is tudta, gyerekek, hát ez kiegyenlített párharc, 3-3. Sokkal izgalmasabb, mint gondoltam volna. Megyünk tovább. Mi motivál engem a YouTube világában? A pénz, a nézőim, a negatívok, vagy az ismertség? A helyes válasz az, hogy a nézőim, ami a második opció, azt ti eltaláltátok, tehát 4-3-ra vezettek, most pedig nézzük Sirit. Hey Siri! A random number between 1 and 4 is 1. Szerinted a pénz miatt videózok, hát gyönyörű gyerek vagy. Ezért rász vesztésre, látod öcskösöm? Vezetnek a nézőim, mert ők tudják az igazságot a bátyjáról. 4-3, és már csak két kérdés van. A következő, amit senki nem tudott. Mi volt a becenevem az iskolában? Ez kicsit nehezebb. Juci, Létra, Erbence, vagy nem volt beceneved. Juci a helyes megoldás, az első egyébként azért, mert én Hernádi vagyok, és volt a Hernádi Judit, és volt egy osztálytársam, aki szerint ez nagyon vicces volt, azért Judit voltam, utána meg Juci. Úgyhogy ennyi, ezt nem tudtátok, nézzük Sirit. Tehát az állás alapján még a nézők vezetnek. Elfelejtettem mennyire. Pick a number between 1 and 4... Ja, nem jött elő. Hey Siri! Pick a number between 1 and 4. A random number between 1 and 4 is 3. Hát fasorba se voltál? Nem. Megint nem tudta, és ti sem tudtátok, az állás marad. 4-3 a nézőknek talán. Most dől el! És a következő, amit ti tudtatok, tehát nektek 5 pontotok van, tehát számításaim szerint már nyertetek, de azért megnézzük, hogy milyen gyakran veszek új ruhákat. Itt az volt a jó megoldás, hogy havonta minden hónapban. Bátyám, most is új pólót tudod okosba. Ezen múlik, hogy Siri tud-e szépíteni, vagy nem, mert már mindenképp kikapott. Hey Siri! Pick a number between 1 and 4. A random number between 1 and 4 is 3. És tudja! Szépít a gyerek! 4-3 vagy 5-4, nem tudom, ezt majd kiírom. Az a lényeg, hogy ti nyertetek, tehát ti ismertek jobban, mint egy számítógépes mesterséges intelligencia. Büszke vagyok rátok, gyerekek, tényleg. És én őszintén ezek erre a videóra ennyit terveztem, ez volt a szerdai videó, szombaton jelentkezem egy új videóval. Amint mondtam, 10.000 like után egy meglepetéssel készülök nektek a szombati videóban. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, mint mondtam, nagyon fontos, növeljük együtt a csapatunkat. Úgyhogy ja, és találkozunk a következő videóban. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, vigyázzatok magatokra és egymásra. Én Bence vagyok, Bence voltam, Bence leszek. Csók a hétereknek! Puszi puszi, cső, szia! Nát fedeles kulipintyó, állati szent, de nem jár olyan lovasinton, rég a babám, de nem bánom, nem bánom. Sziasztok, csácsá!